Önök a Pécs TV napi hírműsorát látják pont ma, szeptember 18-án szerdán köszöntöm nézőinket. Ezen a héten központban az otthonteremtés. A lakáshoz jutás különböző módozatait járjuk körül. Mai összeállításunkban arra vagyunk kíváncsiak, hogy az önerős építkezések helyett mennyien és miért választják az építőipari és kivitelező cégek szolgáltatásait. Mennyire népszerűek a kulcsra kész lakások. Aztán fókuszban a környezetvédelem. A hétvégén lakóhelyünk tisztaságáért, jövő szerdán pedig a levegővédelmiért tehetünk lépéseket, ha csatlakozunk a Tisztítsd meg a világot, illetve az autómentes nap programjához. Összeállításunkban mindkét akcióról részleteket is megtudhatnak. A mai nap további eseményeiről szóló összefoglalónk mellett újabb városi kitüntetetteket ismerhetnek meg. Stábunk a közművelődési díjas Vidákovics Antalhoz látogatott. Stúdiónk vendége pedig dr. Kotek László lesz, aki oktatási díjat kapott a város ünnepén. Ezt kínáljuk önöknek pont ma. S ha van mit hozzáfűzniük, hívják a képernyőn látható telefonszámokat, vagy küldjenek nekünk SMS-t. Ennyi tehát előzetesen, most pedig jöjjenek a részletek. Az elmúlt időszakban nem csak a használt lakásokra nőtt meg a kereslet, egyre inkább fordulnak az emberek az újépítésű lakások, házak felé. Lakásügyi sorozatunkban mai alkalommal az építkezéseken néztünk körül. Az új lakás, illetve házépítésére felvehető kedvező kamatozású állami hitel elindította az építkezési kedvet. Építési céllal legfőképp a teljes körű szolgáltatást nyújtó cégeket keresik fel az új lakóhelyre vágyók, hiszen ezek segítségével az alaptól a tetőig mindent elintéznek a kivitelezők. Sok család egyéni igényeit képesek kielégíteni az ilyen építőipari és szolgáltató cégek. Tótné Csőlei Margiték is hitellel vásárolnak új lakást. Pénzüket megfontoltan fektetik be, hiszen esetük eltér az átlagtól. Van egy mozgássérült gyermekünk, igaz, hogy ő már felnőtt, de neki ki kell alakítani külön egy olyan lakást, ami az ő számára megfelel, és mozgássérült lakásokat, vagy mozgássérülteknek lehetőséget sehol nem találtam. Miben segít önöknek az építő és az eladó cég? Abban, hogy semmit nem kellett ráfizetni, áttervezték a lakást. A Tóth család megtalálta a számára megfelelő helyet és lakást, amelyben gyakorlatilag ők tervezték meg a belső teret. Háromszobás kertes lakrészt kapnak decemberre, ahol mozgássérült fiúk is kényelmesen élhet. Az ilyen több lakásos téglaépületek esetében, amelyekben a lakások teljesen egyediek, többen használják ki a hitel lehetőségeket. Összességében az elmúlt fél évben, egy évben nagy érdeklődés van új és használt lakásokra is. Természetesen nagyba segítette, hogy a kamatok 2,5%-ra csökkentek. Ez az egyik része a lakásvásárlási kedv növekedésének. A másik része, főleg új lakások esetében, mivel az elmúlt időben sok rossz hír is volt a lakásépítéssel kapcsolatban, hogy a vevők számára nagyon fontos, mint itt a látható képen, amikor az épületek állnak, a lakások készek vannak, akkor van az emberekben meg a bizalom, hogy ezt a lépést megtegyék. Tehát kell egy jó finanszírozás, és kell egy olyan beruházó, akinek megvan a saját tőkéje ahhoz, hogy valóban szinte készen építse a lakásokat, és úgy párhuzamosan értékesítse. Milyen körből kerülnek ki a vevőik? Ez egy nagyon széles kör, a fiatal házasoktól a nyugdíjasokig, az egyedülállókig, nagyon sok gyermekes család van. Családi házakat is egyre többen keresnek. A belvárosból, a panellakásokból szeretnének Pécs zöldövezeti részeibe költözni az emberek. Ilyen házak esetén is a több család együttélését lehetővé tevő nagy alapterületű épületeket részesítik előnyben a vásárlók. Mi főként nagyobb családosokra építünk, tehát általában egy vagy két gyermekkel, vagy akár három gyermekkel, és főként olyan családok, akik valamilyen kisebb lakást cserélnének esetleg nagyobbra, tehát vagy egy panellakás, vagy egy kisebb téglaépületet. Főként kertes lakásokat kínálunk, tehát önálló kis privát udvarokkal, közös részekkel, és egy társasházi részen, illetve egy sorházi jelleggel, tehát egy ilyen kis, úgy mondom, családi házas beépítés, de mégis valamilyen közös rész van benne. A mi általunk épített lakások nem túl kicsik, tehát ilyen 120 négyzetméter fölöttiek, de úgy érzem, hogy erre is megvan a piac, tehát van erre is igény. Összességében elmondható, hogy az építőipari és szolgáltató cégekkel többen kötnek szerződést, a régen bevált önerőből történő építkezések lehetőségével egyre kevesebben élnek.
A Föld 1000 városában minden évben egy napra leáll a forgalom. Legalábbis ezt szeretnék azok a szervezők, akik idén is meghirdették az autómentes napot. Pécset ezúttal szeptember 25-én szerdán kell otthon hagyni a gépjárművet. Egyetértek vele, csak nehéz betartani. Megmondom őszintén, mert azért szükség van arra, hogy mozogjon az ember. De hát igyekszem én is minden alkalommal. Helyesnek tartom különben, legalább akik nagyon szereti az autókat, mert nem nagyon csípem sok a baleset. Helyesnek tartom, mert szerintem a legnagyobb rákkeltő az autónak a kipufogója. Én nagyon ritkán használom az autót, ha a sürgős dolgom van és a városba kell jönni. Szerintem nagyon jó dolog az egész. Annyi, hogy ugye be kell látni, hogy néhány embernek viszont szüksége van a kocsikra, tehát értem itt a mozgássérülteket, mert nekik természetesen szükséges az autó, viszont egy nagyon pozitív dolog. A lakosság hozzáállása tehát pozitív, bár a tavalyi évben végzett mérések nem mutattak számottevő forgalomcsökkenést. A szakemberek azonban továbbra is azt remélik, hogy idővel eléri célját a kezdeményezés. Fel kéne hívni még jobban az emberek figyelmét erre az autómentes napra, és hát ha sikerül egyszer tényleg kimutatni, hogy ez számottevő csökkenést eredményez, és akkor talán az emberek ezután autómentes nap nélkül is jobban használják a tömegközlekedést. Talán az is vonzóbbá teheti a tömegközlekedési eszközök használatát az autósok számára, hogy aki felmutatja kocsi a forgalmi engedélyét, az ingyen utazhat a pécsi autóbuszokon. Nagyon reméljük, hogy ugye forgalomszámlálást fogunk csinálni előtte és utána, meg a autómentes napkor is, hogy az idén már tudunk kimutatni csökkenést a forgalomban, ez a célunk. A Nemzetközi Tisztítsd meg a Világot akcióhoz csatlakozva a Környezetünkért Közalapítvány és a Pécsi Zöldkör szeptember 21-én kirándulással egybekötött szemétszedést szervez a Jakab-hegyen. A kezdeményezés célja, hogy a helyi közösségek minél több környezetvédelmi akciót szervezzenek. Híradónk körképéből kiderül, hogy bőven akad még tennivaló városunkban. Pécs belvárosa 2002. szeptember 18. A Buzatér közepén napok óta egy óriási kupacban áll a szemét. Bár az elmúlt időszakban sokat javult a megyeszékhely tisztasága, vannak kritikus pontjai és pillanatai a városnak. A PVVRT-nek van erre egy átfogó koncepciós terve, hiszen ez nem csak a közutakon a gépi takarítást érinti, hanem a járdák és egyéb területeket is. Talán, ha ide valamilyen gépesítési lehetőségbe tudunk bővíteni, akkor még nem csak a hulladék, hanem a por és egyéb lerakódások is eltakaríthatóvá válnak. A várost körül ölelő pihenő területek, így többek között a Malomvölgyi parkerdő is a PVVRT felügyelete alá tartozik. Itt úgy tűnik, sikerül a rend és a tisztaság megvalósítása. A PVVRT mind a város tulajdonát képező területek, így a parkerdő területek kezelője, ezt egy folyamatos munkaként végzi, a hulladék és egyéb eltakarítását, szállítását. Ezt bizonyára önök is a képeken tapasztalták, hogy hulladékmentes területen járunk. Ez a pécsi polgároknak a szabadidő eltöltését és egy jobb, komfortosabb érzés elérését szolgálja. A tiszta városkép kialakítása természetesen nem csak az ebben megbízott cég feladata. Az itt élők érdeke is, hogy egy egészségesebb és barátságosabb környezetben töltsék minden napjaikat. Megítélésem szerint egy szebb környezet, egy rend, az további környezetszépítést vonza magával, hiszen az emberek érzik a szépet, látják az eredményét, és talán követik is azt. Új ipartörténeti kiadványt adott ki a Kamara. A vásártér szabályozási tervét is napirendjére vette a Város és Környezetfejlesztési Bizottság. Holnap kezdődik a Pécsi Napok programsorozata, melyben idén is lesz Bordal Fesztivál. A címszavak után jöjjenek a részletek a nap további híreivel. Immár 12. alkalommal rendezik meg Pécsett a vasúti pályafenntartó építési és gépesítési konferenciát, melynek célja, hogy az egyes vasutak és cégek megismerjék egymás új technológiai megoldásait. A szeptember 20-áig tartó programon magyar, horvát, osztrák, lengyel és német szakemberek tartanak előadásokat.
Csütörtökön a pécsi állomás várótermében nyílik emlékkiállítás Pfaff Ferenc munkáiról. Ő tervezte többek között a pécsi, a pozsonyi, a zágrábi és a debreceni állomásokat is. A konferencián poszthumusz aranyfokozatú érdemrendelt ültették ki az augusztusban elhunyt Vanya Lászlót, aki a pályagazdálkodási főnökség vezetője volt. A kitüntetést özvegye vette át. Baranyai és Pécs gazdaság története elmúlt három évszázadának neves és kevésbé ismert szereplőit mutatja be az a tanulmánykötet, melyet a két szerkesztő, Szirtes Gábor és Varga Dezső mutatott be az érdeklődőknek. A könyv a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Propanónia kiadó közös kiadásában jelent meg. A gyűjtemény kitér többek között a baranyai mezővárosok iparosságának helyzetére, a 19. századbéli bankéletre, valamint a mecseki szénbányászat történetére is. A több száz fotóval, rajzal, meccettel és grafikonnal gazdagon illusztrált kötet hatalmas forrásanyagra támaszkodik, és átfogó képet nyújt a térség három évszázados gazdasági tevékenységéről. Az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság szerdán délelőtt ülésezett. A napirendi pontok közül három megtárgyalását a jövő hétig elnapolták. Mindhárom téma támogatási igény előterjesztése volt. A bizottság döntött az integrált szociális intézmény igazgatói álláspályázatáról. Három esélyes jelöltet neveztek meg az intézmény élére, dr. Leyer Erzsébetet, Csapi Róbertnét, valamint Szalai Gyulát. Döntés született a bentlakásos szociális intézmények vezetőinek bérfejlesztéséről, illetve arról, hogy a városfejlesztési koncepcióban szerepeljen az egészségügy támogatása. A bizottság jóváhagyta az Újhegyi Városrész központban létesítendő közforgalmú gyógyszertár tervét. A lakópark alapkövét az Újhegyi Napok keretében vasárnap helyezték el, a környéken lakók és a később beköltözők igényeit elégíti majd ki a dr. Bucsai Margit által létesítendő patika. Kedden délután tartották a Pécs-Mecsek-Szabolcsi település részi önkormányzat szokásos évvégi lakossági fórumát. Simonovics Ferenc, a település részi önkormányzat vezetője beszámolt a 2002. évi feladatok végrehajtásáról, illetve a 2002. évi gazdálkodásról. Csináltuk az Egyenlőség utcai támfalat, meghát virágosítást folytattuk, játszótereket rendbe tettük, a Kedves utcai játszóteret bővítettük, tehát Bródi Sándor utcában és egyéb helyeken még az utak javítás és egyéb ilyen jellegű dolgok voltak. Ezeken kívül a fórumon elhangzott, hogy eredményesnek tekintik Szabolcs falu csatornázását, amelynek első üteme lezárult és elegendő pénzzel rendelkeznek a második és harmadik szakasz elkezdéséhez. Simonovics Ferenc szintén örömét fejezte ki, hogy a Hősök terei rendőrszoba létrehozását is anyagilag támogatták. A fórum meghívottai között a Biocom, a rendőrség, valamint a PVV-RT képviselői jelentek meg, hogy a jelenlevő lakók a felmerült kérdésekben azonnal az illetékesek segítségét tudják kérni. A Pécsi Napok záró rendezvényeként immár 8. alkalommal tartják meg az Európai Bordal Fesztivált. Az Európai Zenei Naptárban is számon tartott esemény szeptember 27-e és 29-e között lesz városunkban. A fesztiválon közreműködő külföldi és hazai kórusokon kívül idén a gálaest vendégeként fellép Kós János is, akiről köztudott, hogy kedveli az ízletes nedűt, ráadásul, ahogy a programhoz kapcsolódó sajtótájékoztatón szerda délelőtt is elhangzott, egyik legnagyobb kedvence a Bordal a Hegedűs a háztetőn című darabból. A színes programok között koncertek, utcabál, valamint a szőlő és bor ünnepe is szerepel, ahol szüreti felvonulás, népművészeti és kirakodó vásár várja majd az érdeklődőket. Kedden délután a Lauber Dezső sportcsarnok olimpiai szobájában gyűltek össze a Pécsi Olimpikonok klubjának tagjai. Az összejövetel első részében dr. Dunai János klubelnök felolvasta a Magyar Olimpiai Bizottság tájékoztatóját a 2004-es aténi olimpiai játékokról. Majd 60. születésnapja alkalmából köszöntötték sportolótársai Lovász Lázár kalapácsvetőt. Sportpályafutásom alatt voltam 7-szer válogatott. 2-szer voltam Európa-bajnokságon, 6. helyezett,
egyszer voltam olimpián harmadik helyezett. Ezek a fő eredmények. A gyűlés végén zárt körű beszélgetést folytattak a résztvevők. Ma is folytatjuk sorozatunkat, melyben bemutatjuk önöknek azokat a pécsieket, akik a városünnepe alkalmából kitüntetésben részesültek. Mától a szakmai kitüntető díjak tulajdonosait ismerhetik meg egy kicsit közelebbről. Elsőként Vidákovics Antalhoz, a Pécsi Horváth Színház igazgatójához látogattunk, aki szeptember 1-én közművelődési díjat vett át Pécs polgármesterétől. Művészi munkáját Janus Pannonius díjjal már kitüntették egykoron, idén közművelődési díjjal értékelte a város Vidákovics Antal több évtizedes pedagógiai és együttes vezetői munkásságát. Most úgy tudom, hogy a pedagógiámért, azért a 25 évért, amit a Baranya Tánc Együttesénél álltam, és hát 26 évet tanítottam a művészeti szakközépiskolába. Ez életem egyik leggyönyörűbb szakasza volt, és hát igazából nagyon örülök, hogy erről most nem feledkeztek meg. A művészi munkád mellett mit jelent a pedagógiai munka? Én azt hiszem, hogy egy együttes csinálásban, egy amatőr együttesnél az a legfontosabb része a dolognak, hogy úgy élén állni egy csoportnak, egy társulatnak, hogy az igazi profi módon tudjon alkotni, és ha úgy tetszik, jelen lenni állandóan. Én azt hiszem, hogy ez a legnehezebb része egy együttes csinálásnak, és hát én azt hiszem, hogy az a 25 év, az egy nem akármilyen 25 év volt minden vonatkozásban, de nagyon megérte, és az egy nagyon gyönyörű időszak volt. A pedagógiádban merítettél a régiektől, tehát a te mesterettől, vagy mestereittől? Hát valószínű, hogy ha nem is tudatosan, de hát valamilyen formában ragadt rám, de én az én habitusom. Szóval soha nem, bár pedagógusként is végeztem, és van diplomám, de én nálam ez nagyon ösztönös volt. Én csak így tudtam csinálni, nagyon sokszor ilyen vadállat voltam, oroszlán, meg minden egyéb, de ezt elfogadták, és ma is én azt hiszem, hogy amikor találkozom azokkal a társakkal, akikkel együtt értük el azokat, ha nem akármilyen sikereket, valami hihetetlen melegen, és hát valami nagy örömmel gondolnak vissza erre az időszakra. Vidákovics Antal a pedagógiai munkát egy ideje már befejezte ugyan, a közművelést azonban továbbra is folytatja Pécsi Horváth Színház igazgatójaként. 10 éves a Horváth Színház, most lesz a 10 éves jubileumi bemutatónk, Thomas Bernhard Színház csináló című darabja. Aki ismeri Thomas Bernhardot, azt tudja, hogy a világ egyik legnagyobb drámaírója, és hát a fiatal junior Bagosi László rendezi a darabot, és én azt hiszem, hogy az ő tehetsége garancia arra, hogy ez egy nagyon jó és ünnepi bemutató legyen itt a Pécsi Horváth Színházban. S folytassuk még egy kitüntetéssel. Kiemelkedően igényes és eredményes tanári munkájának elismeréseként Pécsváros oktatási díját idén a Pécsi Tudomány Egyetem egyetemi adjunktusa dr. Kotek László kapta, aki most stúdiónk vendége. Sok szeretettel köszöntöm és gratulálok ehhez az elismeréshez. Jó estét kívánok, köszönöm szépen. Az ön szakterülete a matematika, fizika, műszaki tudományok. Már egészen ifjú korában elkötelezte magát e terület felé? Igen. Matematika, fizika, műszaki szakon végeztem a Pécsi Tanárképző Főiskolán 1967-ben, és utána az ELTE-n fejeztem be tanulmányomat 1974-ben, és 84-ben doktoráltam termodinamikával. Ez általában elég hamar kiderül egy fiatal emberről, hogy milyen irányultságú, inkább reál vagy humán irányba fordul az élete, mi érdekli leginkább. Ön mikor vette ezt magánészre? Hát én gimnáziumi tanulmányom során, Kisbéri Táncsics Mihály gimnáziumban érettségiztem, kiváló tanáraim voltak, és ott derült ki, hogy matematika és a fizika iránt kicsit fogékonyabb vagyok.
Mikor már megvolt ez a szakterület, akkor ismét választás elé került, hiszen lehetett volna tudományos kutató is ezen a szakterületen, amit részben még ma is csinál, de azért leginkább az oktatást, a pedagógusi pályát választotta. Azt miért? Igen, amikor 1974-ben a Pécsi Tanárképző Főiskola fizika tanszékére kerültem, ezen a tanszéken főleg tantárpedagógiai kutató munka folyt, és ebbe kapcsolódtam be, és tulajdonképpen ezt vittem végig eddigi munkám során, és ennek lett az eredménye, ez a sok szép eredmény a tanulóimmal. A fő szakterület, hogyha jól tudom, a termodinamika. Mit akar ez, mondja el nekünk magyarra fordítva? Hát magyarul úgy szokták fogalmazni, hogy hőtan. Tehát a hőtani jelenségekkel foglalkozik. Én nem kutatási szinten foglalkoztam ezzel, tehát a termodinamikával, mint elméleti tudománnyal, a gyakorlati részekkel, főleg fizikai problémák kitűzésével foglalkoztam, és nagyon sok olyan eredeti problémát tűztem ki termodinamikából országos versenyen, a Mikola Sándor versenyen, ami picit meghatározta a középiskolai oktatás irányultságát is ebben a témakörben. És ebben a témakörben, egyáltalán fizika témakörében nem is egy tankönyvet írt, és számos tudományos munkát is szerzett. Néhányat elhozott nekünk itt mutatóba, például az elemi fizika, aztán majd mutatok még néhány könyvet, melyeknek ön az egyik szerzője, vagy ön a szerzője. Igen. A tankönyvírás, az mit jelent önnek, miért tartja fontosnak? Ezek a könyvek valamennyien fizikai feladatokkal foglalkoznak, tehát amivel foglalkoztam. Az elemi fizika az 5. éves egyetemi hallgatók számára készült a fizikai feladatok. Ez a diákolimpiai szakkörre felkészítő 2 éves tananyag, aminek eredményeképpen a tanulók eljutottak a diákolimpiákra ezeken való foglalkozással. Ez pedig egy olyan tankönyv a felkészítő feladatok fizikából, amely a kisiskolás tanulót vezeti be a fizika elemeibe egészen a versenyszintig. Van itt egy Vermes évkönyv is. Vermes évkönyv, ez a Vermes Miklós Alapítvány kiadványa, amely az ezévi versenyeket foglalja össze, és a címlapon egy olyan kislány szerepel, aki szintén a szakkörösöm, Szekszárdi, aki megnyerte ebben az évben a békési versenyt, és nagy esélye van, hogy a következő diákolimpián részt fog venni. Diákolimpia idén is volt, és egy gyönyörű oklevelet is tudunk mutatni most itt a nézőknek. Ez a 2002-es, és egy pécsi fiatalember neve is szerepel itt, Geresdi Attiláé. Igen, ebben az évben a Diákolimpia Indonéziában volt, és a 5-fős magyar csapatba 2 dél-dunántúli diák került be. Geresdi Attila, a Árpád-Helyen gimnázium kiváló tanulója, és Pápai Tivadar, a Barcsi Drávavölde gimnázium tanulója, és éremmel tértek haza. Attila ezüstérmet nyert, Tivadar pedig bronzérmet. És a magyar csapat különben az összetett versenyben a világon az 5. lett. Európában a legjobb, csak Kína és Ázsiai országok előztek meg bennünket, plusz Oroszország. Azért ez nagy szó, hogy és az olimpiára szeretnék egy kicsit beszélni, mert valójában a sok verseny mellett, azt hiszem, ezért kaptam talán a díjat, mert ez kötődik Pécs városához. 14 olimpikont neveltem a elmúlt 20 évben, tehát 14 tanuló volt diákolimpián. Hát néhányat meg is említenek név szerint is, kiváló tanítványaim közül, Frey Zsoltot, a népszerű riporter bátyját, ugyanik ő pécsiek. A fiamat, Kotek Gyulát, aki már 17 évesen országos első volt fizikából, Kacz Sándort, aki 2 aranyérmet nyert az olimpiákon, és ő Németországban már egyetemi katedránál, Hegedűs Ákost, aki 2 aranyérmet nyert az olimpiákon, és azt hiszem, hogy minden idők legjobb diákfizikusát, Pozsgai Balást, aki minden magyar fizika versenyt megnyert. Tehát általános iskolás korától az országos versenyeken elindulva 8. gimnázium egyes itt tovább, és az olimpián is aranyérmet nyert. És hát említem akkor a idejeket, ugye Geresdi Attilát és Pápai Tivadart. Még azt szeretném megjegyezni, hogy
2000-ben jó magam vezettem a Diák Olimpiai csapatot, egyik vezetője voltam, és ezen az olimpián Angliában nyerték a két aranyérmet a pécsiek, és Magyarország ebben az évben a harmadik volt a világon az összesített versenyben, és ekkor csak 15 aranyérmet adtak ki, és ebből kettő Pécsre került. És 5 kínai nyert, és még 3 orosz aranyérem volt, és a Pécs arány nagyon jó volt. Azt hiszem, egy tanárember munkáját nem is bizonyítja ez jobban, mikor nem azokat kell felsorolnia, akiktől ő tanult, hanem már a tanítványaira lehet büszke, és igen, őket ilyen szép nagy számban sorolhatja fel. A tanárnak ugye az a legfőbb feladata, vagy az a nagy eredménye, hogyha a tanítványai túl tudják szárnyalni őt. Különben ugye nem fejlődne a világ. Megjegyzem azt, hogy a legjobbakat soroltam fel, de évente körülbelül 25 diákkal szoktam szakkörön foglalkozni, és közülük nagyon kiváló szakemberek kerültek ki. Mondhatnám, hogy 20 év alatt ugye néhány száz olyan diák, aki egyetemek katedráin állnak, kiváló orvosok, mérnökök, vagy a versenyszférában bizonyítanak, úgyhogy van mire büszke lenni, úgy gondolom. Azért mondhatnám azt, hogy az ilyen tehetséges diákokkal könnyű, de mi van azokkal, akik azért nem igazán jeleskednek a fizikából? Sikerült-e megszerettetni velük is ezt a tárgyat? Hát igen, én olyan diákokkal, akik nem annyira érdeklődőek, ugye középiskolásokkal ritkábban találkozom, mert a legjobbakkal foglalkozhattam az elmúlt években, de úgy gondolom, hogy egyetemi